Köszöntök mindenkit, sziasztok! A következő nagyjából egy napban némileg nedvesebb, illetve labilisabb légtömeg érkezik a Kárpát-medence fölé, de a lényeg tulajdonképpen nem változik. Legalább a hétvégéig mindenképpen kánikulára, illetve hőségre számíthatunk, gyakorlatilag az ország legnagyobb részén. Az Európa térképen látható, hogy a markáns időjárási frontok legalább a hétvégéig biztosan elkerülik tehát térségünket, anticiklonális hatások érvényesülnek, így továbbra is meleg, döntően száraz légtömegek érkeznek fölénk. Az esti óráktól kezdve a Dunántúlon erőteljesebbé válik a felhőképződés, és főként ott alakulhat ki zápor, zivatar. Hajnalra többnyire 17 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet. A villámsűrűség előrejelzést mutató hajnali és keddi utáni térképünkön látható, hogy az éjszakai órákban a Dunántúlon van inkább esély zivatarok kialakulására, majd napközben ezek megszűnését követően inkább a középső és keleti ország részben lehet ismét záporokra, zivatarokra számítani. Kedden ugyanis a gomoly és fátyol felhők mellett legalább több órás napsütés valószínű, és egy hosszabb csapadék szünetet követően délután és kora este elszórtan fordulhatnak elő záporok, zivatarok a Nyugat-Dunántúl kivételével. Az északi, északkeleti szél már inkább csak élénk lesz, a csúcshőmérséklet pedig 28 és 35 fok között alakul. A folytatásban tehát száraz, napos, meleg időre készülhetünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal egészen legalább szombatig. Legkorábban vasárnap érkezhet újabb gyenge hidegfront, de jelentős hőmérséklet visszaesésre és csapadékra még akkor sem érdemes számítani, inkább csak helyenként fordulhatnak elő záporok, zivatarok a hét utolsó napján is. Én most megköszönöm a figyelmet, az alábbi elérhetőségeinken követhettek bennünket, sziasztok!